Július 16-án történt egy jogszabálymódosítás, amelynek értelmében már többfajta rollerre szükséges a kötelező felelősség biztosítás megkötése. Ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 km per órát, akkor minden esetben elengedhetetlen a biztosítás megléte, valamint ha ezt a sebességet nem éri el, de 14 kg-nál nehezebb a jármű, akkor szintén kötelező ennek betartása. Ezen szabályok követése különböző okok miatt is elengedhetetlen. A balesetek 3%-át az elektromos roller használók okozzák. Sajnos Tolna vármegyében is egyre több ilyen jellegű baleset történik. Ez idáig ebben az évben már 6 olyan baleset történt, amelyben e-rollerek vezetője volt érintett. Ebből 5 esetben a rollernek a vezetője volt az, aki okolható a baleset bekövetkezéséért, és sajnos 2 olyan eset is volt, amikor annak ellenére, hogy ez tilos, 2 utaztak ezen az e-mobilitási eszközön, és ezekben az esetekben mindkét esetben sérülés lett a balesetnek a vége. Nagyon fontos a bukósisak használata. Az idei évben Tolna vármegyében előfordult balesetekben 6 alkalommal történt ilyen baleset, ebből 5 alkalommal nem használtak bukósisakot a járművön utazók. Már büntetendő, ha az eszközzel ittasan közlekedünk. Ha valaki ilyen eszközzel ittasan közlekedik, akkor az ittas járművezetés bűncselekményét követi el abban az esetben, hogyha 0,25 mg per litert meghaladja a szervezetében a légalkohol koncentrációnak a mértéke. A témával kapcsolatban szexárdiakat kérdeztünk, az ezzel kapcsolatos vélemények megoszlanak. Idegesítenek magyarán mondva. De hát engem végül is úgy nem zavar. Úgy gondolom, hogy aki normálisan tudja használni, az bármikor tud rendesen közlekedni vele. Én szerintem a fiataloknak nagyon jó, és ha jól használják, akkor én szerintem semmi probléma nincs vele. Csak némelyik nem tudja, hogy hogyan kell csinálni. De én benne vagyok. Nagyon jó dolog, és hasznos szerintem, meg igazából könnyebb, mint egy kocsi, mert könnyebben mászkálunk itt az utcán. Odafigyeléssel, a szabályok betartásával, a rendeltetésszerű jármű használattal sokféle baleset megelőzhető.